Patkányok lepték el az egyik 10 emeletes házat Pécsett, fényes nappal járkáltak a lépcsőházban, néhány még a 10. emeletre is felment. A rágcsálók a liftaknába fészkelték be magukat. Szakemberek szerint a patkányok bemenekültek a házba, mivel a szomszédos teret felújítják, és ezzel megbolygatták természetes élőhelyüket. Itt látszik, ugye, mutatom is. Simoni Attiláné azt a képet mutatja, amit az egyik pécsi 10 emeletes házban készített. Látszik, patkányok járkáltak az épületben. Hát fényes nappal a lépcsőházban a lépcsőkön mászkál a 10-től egészen lejjik. A patkányok ide, a liftaknába húzódtak be. A lakóknak a szaguk lett gyanús. Mert annyira büdös volt a lépcsőház, hogy nem lehetett megmaradni. Mivel közben csőtörés volt, néhány állat belefulladt a vízbe. Tetemük most is a liftaknában bomlik. Máshol ilyen eset nem fordult elő. A ház melletti teret ezekben a hetekben újítják fel. A munka a közműveket is érinti. A lakásszövetkezet elnöke szerint ezzel megbolygatták a patkányok élőhelyét, ezért menekültek a házba. Be is kellett nekik fúrniuk az épületbe, a kábel bevezetés révén. Most ezen a nyíláson keresztül jelentek meg a patkányok. Mi egyeztettünk a lakókkal, hogy jó lenne ezt befalasztatni. A lakásfenntartó elnöke szerint a lakók kérték, hogy a nyílás megmaradjon azért, hogy a patkányok az összes mérget megegyék. A nyílást azóta befalaszták, de a tér felújítása miatt a patkányok a többi épületben is megjelenhetnek.